Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. A telefonon a túlsó végén Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Vezetőigazgatója. Jó reggelt kívánok! Nos, hát ha ránézünk az arany árfolyamára, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban szép lassan, de emelkedett fölfelé. Ez úgy mondjam egy korrekció része, hiszen ugye december elején azért picit beszakadtunk, ugye itt nézzük az árakat, akkor december elején volt, hogy 1780 dollár körül, ugye most 1860 dollár környékén, vagy esetleg az van a háttérben, hogy most azért a második hullám, hogy egyre több bezárkózás Európában, mindenütt szigorúság, kicsit a befektetők lehet, hogy újra pozícionálják a portfóliójukat, és esetleg nagyobb részt hasítanak az aranynak? Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát azt szögezzük le, hogy az arany árfolyama egy sikeres első fél év után van, és most az év utolsó hónapjait tölti egyfajta korrekcióval, minek eredményeként egy csökkenő trendcsatorna rajzolódik ki a grafikonon, ezen belül halad az aranyár augusztus eleje óta, és most ebben a pillanatban 1850 dollár környékén alakul, nem sokkal egy 1860 dollár magasságában húzódó technikai ellenállás alatt. Ez a technikai ellenállás most döntő tényezőnek számít. A múlt héten volt már egy első próbálkozása a bikáknak ennek az ellenállásnak a megtörésére, de akkor még sikertelenül lefordult erről az árszintről a jegyzés. Most úgy tűnik, hogy a longoldalon spekulálók ismét nekifuthatnak ennek az 1860 dolláros akadálynak, aminek az áttöréséhez a Fed adhatna hátszelet ma este záruló kétnapos kamat döntőülésével. Ha például a jegybanki döntéshozók most újabb monetáris lazításokról határoznának, akkor az rövid távon adhatna egy löketet az arany jegyzésének felfelé, és sikerülhetne áttörni ezt az ellenállási szintet, és akkor talán megnyílhatna az út tovább még az aranyár számára. De ellenzők nem nagyon szól, tehát legalábbis azt prognosztizálják, hogy nem biztos, hogy hozzányúlnak most azért a folyosóhoz. Ez így van, valóban sem a Fed, sem több más jegybank, amely még ülésezik a héten, többek között a japán, az orosz, a mexikói, a svájci és több kisebb központi bank is még, ahol mindenhol nyilván téma a gazdaság fellendítése a járvány okozta recessziót követően. De ha most valóban ilyen döntések még nem is születnek, sokan számítanak arra, hogy ezek a lazítások azért a jövő évben elkerülhetetlenül jönni fognak, különösen az Egyesült Államokban, ahol januárban Joe Biden foglalhatja majd el az elnöki széket, Janet Yellen korábbi Fed elnök pedig pénzügyminiszterként fog tevékenykedni, ők ketten az elszabaduló deficitnek sem fognak valószínűleg hadat üzenni, sőt éppen ellenkezőleg inkább valószínűsíthető, hogy az első hivatali évükben mind az államadósság, az államháztartási hiány és végső soron a pénzkibocsátás drasztikus növekedését fogjuk megtapasztalni, hiszen az égetően szükséges gazdasági mentőcsomagot máshogy finanszírozni nem lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy most látunk ugyan egy felemás évvégét az aranynál, de én azt gondolom, hogy a jövő évre bizakodóan tudunk kitekinteni. Régi szép idők, amikor még csak a Brexit mozgatta az aranyárfolyamát, ugye emlékszem, akkor is beszélgettünk sokszor a különböző fejlemények. Ez teljesen, hogy mondjam, kifulladt ebből az aranypiac körüli mozgásból, pedig még ott is sok kérdőjel van. Ugye korábban tényleg ez mozgatta, most nyilván 2020 a koronavírus éve, de hogy ez a Brexit hatás eltűnt? Azt hiszem, hogy a Brexitet már beáraszta a piac, tehát egyértelmű, hogy a britek elhagyják így vagy úgy az Európai Uniót. Ez a döntés már megszületett, itt már technikai részletekről van csupán szó, de ennek a következményei már benne vannak az arany árfolyamában. Most már a piac arra fókuszál, hogy hogyan fogunk kilábalni a gazdasági mélyrepülésből. Hatalmas visszaesések voltak a második negyedévben, de még a harmadikban is, az Egyesült Államokban a második negyedévben 9%-ot zuhant a gazdaság, a harmadikban is még 2%-ot. És hát azért a negyedik negyedév se lesz rózsás, ugye legalábbis mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy Európa rengeteg országa komolyan bezárkózott, ugye nálunk is novembertől volt december 11, most ugye január eleje, a következő határidő, jó kétségkívül nem a tavaszi lezárás, de majdnem olyan, sőt néhány helyen szinte ugyanaz a szigor van, tehát ennek azért lesz hatása ilyen értelemben a számokra, és ez adott esetben hajthatja fölfele az aranyárfolyamat mondjuk az első hónapokban. Hát így igaz, a világgazdaság
kibocsátási szintje, a GDP a 2018-as szintre esett vissza az idei évben, úgyhogy a jövő év a gazdasági talpraállásról fog szólni. Különböző elméletek vannak, V-alakú, W-alakú, négyzetgyök alakú. Már volt K-alak, pipa-alak, minden volt, igen. Alakzatról fantáziának. Hóember még nem volt. Hóember még nem volt. Úgyhogy meglátjuk, az biztos, hogy még az első negyed év a jövő évben kinkeserves lesz, és hát aztán én úgy gondolom, hogy a fekete leves az elkövetkezendő években jön majd csak úgy Isten igazán az államadósságok növekedésében és a hosszú távú adósság törlesztésben, és ez azért alapvetően azt gondolom, hogy egy jó támasza lehet az aranyár folyamának a jövő évekre tekintve. Na, akkor jövő héten még egy utolsó prognózis majd az aranypiacról. Nagyon szépen köszönöm Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották itt a Trend FM-en. Zene, közlekedés, 8 órakor friss hírek, tartsanak velünk! Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.